Hello, csácsumi, csőtészt a csokoládé, szevasztok gyerekek, ürv a csatornán, Keeper jelentkezik következő 7 Days to Die résszel, amiben ma is egy csomó dolgot fogunk csinálni, mert a Keeper ma olyan, hogy azt nem lehet kicsinálni. Várjátok, iszok egyet, kicenzúrázom, hogy mit iszok. Egyébként Ice Tail van benne, de ilyen üvegbe tartom, nem a... Ne igyatok energiaitalt, mert meghaltok. Hamar. Egyébként tényleg nem egészséges. De azt szeretem, amikor olyan mondja, hogy ne igyek energiaitalt, aki minden nap például... Bár van iva. Meg ilyen tök káros csomó szenvedélye van. Na mindegy, ne. Ne vonatkoztassuk el itt a dolgoktól, hanem másra koncentráljuk. Először is arra kellene koncentrálni, hogy hány óra van. 13 óra 6, az nagyon, nagyon jó. Várjatok, álljatok meg egy pillanatra, ugye? Mindig ugyanazzal kezdjük a melót, hogy beolvasztási dolgok vannak, de most nincs semmit beolvasztani. A vasunk az elfogyott, és a kői beolvasztást viszont elkezdjük, ha már egyszer tudjuk csinálni. Mert akkor jó lesz nekünk, lesz sok betonunk. Bocsánat, hogy ilyen pörgős hangulatban vagyok, de most ez van gyerekek, ezek mennek még a bárány fölhők. Egyébként mintha egy kicsit a kamera egy kicsit nagyon alacsony, vagy magasan lenne, nem? Nincsen benne a feje, hépőnek teljesen, vagy igen? Lehet, hogy csak én látom rosszul. Na, megint 55 akármennyit összecsapattunk. Van nekünk ilyen még, amikor Sanyi el kell társni. Várjál már, Sanyi, álljál meg! Ahú, nem tudlak messzebb vinni, hogy fejlapatok. Idon el, edd meg azt, hagyjad békén azt mondna. Nem hiszem el, hogy mindig akkor kezdi ezt. Sárga fejű. Sárga fejű a Keeper, hogyha... Hát ezzel a kamerában lehetne valamit csinálni, na? Azt mondja, hogy mit kellene csinálni. Figyeljetek! Ez a helyzet, hogy... Ezt akkor el kéne indítani, ugye? A másik ugye nincsen vasunk, szóval az cseszhet. Mi az, hogy nincs vasunk? Hülye vagy, Keeper? Vagy mi az? Most újabb... Meg van nekem clay-em is, úgyhogy ezt a clay-t, meg ezt a vast bepakoljuk. Egyébként mondtátok, hogy mondtatok valamit, várjál? És lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy felét ide rakjuk. Hoppá. Ez úgy működik, hogy... Várjál már. Így. Turn on. Clay, ebben van 1300, ebben van 700 clay, ide berakjuk ezt a clay-t, nek a felét, meg berakjuk ezt a vast, oké? Okay? És akkor itt is pakoljunk bele annyit. Bocs, de ezeket meg kell csinálni a gyerekek, nyugalom, lesz itt még nagyon érdekesség, de ezeket köl-köl olvasztanom. Ezt is ugye bepakoljunk mondjuk 55 percre. És komolyan egy darab teit raktam bele. Észrevettétek, még már írni akartad. És az alsó... Nem hiszem, hogy csörög a telefonom. Várjatok gyerekek, nem tudom megállítani. Igen, tessék. Csá. Ja. Hát ne, nem 6-tól 2-ig, 6-tól délig. Ja. Jó, akkor megbeszélem velük, aztán visszamegyünk minden... Hát mindenképpen visszamegyünk, mert át kell öltözni. Aj, de ezt megoldom, majd izérek, jó? Majd írok. Ja. Jó van, oké. Na, leteszem, írok majd, hogy elintéztem, mert pont videó közben vagyok. Na, csá! Na most gyerekek, de ez ilyen, várjatok, vissza kell adnom töltőre! Pillanat! Bazze, megállíthatta volna, állj! Stoj, idő, állj meg! Ez van gyerekek, megmondom őszintén. Mindjárt mondom, figyelj, be fogtok szarni, na, de közben csinálom a dolgokat, mert így nem fog menni a dolog. Na, akkor itt ugye már van pakolva, ebbe akartam még. 87 percig full van benne, már. Oké, jó.
Mert akkor minden megy. Ugye olvasztunk, ezt a maradék klét, ezt szándékosan nem akarom berakni, meg kipakolok egy pillanat, gyerekek, jó? És akkor közben mondom, hogy mi volt ez a telefonhívás, hogy röhögjetek ti is. 4000. Pont 4000? Nem, 4000. Várjátok, pillanat, jó? Jó, ki kell pakolnom. Aztán már el akarok indulni, nem akarok tökölni. Mondom mindjárt, Jó, hát ezek maradjanak nálam, nem? Gyógyszert kellene magamhoz venni, mert nincs. Viszünk egy ilyet, meg ilyet. Oké? Okay? Na, meg kellene ennem. A kajámat azt megcsináltam? Még nem csináltam meg. Hú, basszak. Látjátok, mert mindig a hülyeség megy. Legyen nálam ez meg a tojás. Meg akkor... Ezt a fát, ezt minek rakom ki? És ebből... Nem, hogy... Nem lehet úgy beállítani, hogy ezek mindig megálljanak, amikor izé, tudod? Amikor... Végeztek? Jó, főzőcskézzünk, nézzük, nincs sem valami kaja? Semmi kaja nincs. Jó van. Pia? Iszunk egy kis piát is, tele legyünk. Meg eszünk egy kis békörös szalámis tortát. Látjátok, ezzel elvegy itt az idő. Na. News. Mennyi van a kaja? Egyébként, ha ráviszem, nem mutatja? Nem mutatja. Eszünk még egyet, és akkor már megyünk is, mert akarok egy csomó dolgot csinálni. Ebben van lőszerem? Ebben biztos van, mi? Jó. Oké. Veretjük, mint a veres egyháziak. Ja, azt akartam mondani, hogy a... Ez a szépség ennek a játéknak, hogy egyszerűen nincs olyan, hogy... Nem tudom újra venni. Ez mindig spontán. És igazából ez jó is benne, hogyha elcseszek valamit. Ugye legelején meghaltam egy hülye kutyától. Nem tudsz mit csinálni, nincs mentés. Nincs az, hogy hoppá, kilépek, visszatöltöm, nuku. Hanem mindig akkor... Ha régen volt az a trükk, hogy Alt F4-et nyomtál, akkor... Akkor úgy ki tudtál lépni, hogyha visszaléptél, akkor nem mentett el. Most már az sincs. Igen, kipróbáltam. Nem tudsz. Az a lényeg, ha kilépsz, visszalépsz, onnan folytatódik. Tehát most így hiába is szakítottam volna meg a videót, nem tudom újra venni ezt. Ezért kell az, hogy valami közben jön, akkor bocsi, várnatok kell. Vagy különben akkor az a rész, amikor itt a kaját pakoltam, meg minden, akkor így nem lenne volna meg. Úgyhogy tényleg szó-szóra érte. Emegyünk kizét, jó? Emegyünk, kiássuk azt a szuplit. Mert küldetést akartam csinálni. Viszont Clay-t azt majd kell gyűjtenem, mert akarok még valamit csinálni, majd meglátjátok, hogy mit. Egyébként ebben ezt lehet, hogy kilutolom közben, jó? Mert itt nyanítom, hogy azért... Várva? Szórakozzál. 7500, az hülye vagy? Hát van itt biztos gyengébb is. Ez az. Ez hányas? Az csak 300-as, oda nem. Ja, egy kicsit körülnézünk, jó? Lopakodóba megyünk. Picit szeretnék leszerezni dolgokat. Ezek szerintem elég epikus helynek tűnik. Valószínűleg, hogy lesznek itt dolgok. Metz, ez egy kis külön falu. Most látom, van Gans, van izé, van Metzes rész. Meg van izés rész is. Na, ezért jó a... Látjátok a izé armor. Ezért jó az olyan armor, amelyik nem hangos. Na, erről ennyit, mi? Valaki fölébredt. Nagyon vakit ez a lámpa, várjátok egy kicsit. Nem baj, hogyha így fordítom, azért látni belőlem valamit, ugye? Mindig vakit. Bocsi. Valaki észrevett valószínűleg fönt. Kinyírom, jó? Ez nem kutya volt? Amikor ilyen mindig kutya hangot aluzok. Ez mégse itt üt?
Dehogy nem. Nem gondolkozok, besegítsek neki? Ja. Jó vagyunk, gyerekek, jó vagyunk. Ja, ezt kizlutoljuk. Nem már megint éjszaka az ideje, vagy nem éjszaka, hanem egy dörög az ég. Ezt kilutaljuk. Egyébként mondtátok, hogy Chemical Station kellene csinálnom, mert akkor tudnék... Bazony, még nagyon ideje vagyok, nagyon... Nagyon sötét. Hát az ellen nem tudsz lenni ki itt van. Sötét vagy, az ilyen. Ó, hát ez meg miért pont egy... Ne hajolja el. Bocs, szarakorok itt a fényekkel. Jó, most már talán egy picit jobb. Csinálják Chemical Station-t, akkor tudok különböző gyógyszereket, meg mindent craftolni, meg lesz gyerekek, így érdekel. Csak egyelőre még a keeper, meg sok a dolga, és sok a dolga. Van egy tűzhely, minden gyerekek itt rendesen laktak, és minden zárva van. Hogy rohadjál meg? És oda nézzél, valahogy nem vett észredik. Meg is halta magát. Ennyi volt itt a szajré? De nem volt érdemes bejönni. Max az XP érte meg. Más használt nem vette meg. Jó, megpróbálok nem énekelni, bocsánatot kívánok. Egyébként ez a lámpázás lehet, hogy nem tesz jót a keepernek. Nézzük itt mi van. Itt van valami? Gyanús, hogy ide föl lehet jönni, nem? Van itt valami? Van itt valaki? Most meg olyan fehér lettem, mint a tabvalagaba az a gyerekek. Jó, jó lesz ez így, ugye? Nem ideje ez, nem? És ide, ez egy víztorony volt, és én följöttem is, de minek? Komolyan rá kell függni itt a dolgok, komolyan a dolgokra, mert van itt hideg sör elvileg. Vagy old beer, nem is, nem cold, hanem old. Azt mondják a bácsik nénik. Ebbe, nuku semmi. Tudnám használni, de hallod milyen sötét van? Utálom ezt. Itt mindig vihar van, meg esik az esélyben a játék a gyerekek. Szörnyű dolgok van. Na ott a gáztál biztos, ott biztos, hogy lesznek jó dolgok. És itt is benne csávó, figyeld. És nem vesz észre, mert nagyon jó lopakodunk. Toalett papírre lesz-e benne E? Nem. Murky Water, kedvenc szava keepernek. Na mi van itt? És ez itt szóval nyitva van itt. Hát, ha valami jó lootot megszerzünk. Ó, rendőr zombi. Felrobbanik! Azt a betyár. Gyerekek, felrobbantotta magát. Nagyon jó, hogy elfutottunk. Az mi volt? A feje egy hét múlva esett le, gyerekek, nagyon komoly volt. Láttátok ti azt? Liszakadt a feje. Nem tudom minek nézegetem, ha egyszer semmi nincs soha. Figyeljetek, ha már ide bejöttünk. Egyébként szerintem kutya hangot is hallok, elmondom neked. Beszóltál Messi mamának? Beszóltál? Nem mész vissza? Mondom, szerintem kutya hangot hallok, vagy mi az? Ott a csávó-e. Hogy tök jók vagyunk, szeretem ezt a játékot, esküszöm nagyon. Még ha sárga a feje is a keepernek. Vajon? De komoly dolgok vannak. Néha olyan lootokat kapok, hogy... Semmit hallok, semmit. Á, de kukú, ott a robbanó vagyok, gyerekek, báj van! Ott van a robbanó vagyok. Igen, kitaláltam valamit, hogy lehet ezt megoldani. Meglövöm, meg lehet lőni azt? Így pisztolyoda lövök egyet, vagy valami?
öcsém. Jó, hogy nem csapta szét a élét nekem itt. Ott is a rob... Ujja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 j
csapom szét, ezt figyeld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olyan 20 ütés. 20 ütésre szétcsapom. Ne viccelj, nem kell nekem lockpick, kemény vagyok, mint a Rambo 3. És tényleg az, annyira idegesít ez a fény, hogy nem jó. Valakik hörömbörögnek. Jó legyen benn! Miért mindig a szar? Miért? Macséte. Valaki jön. Valaki megindult. De eddig gyerekek nem nagyon fogtuk meg az Isten lábát itt, ezt ugye vágjátok. És már csak egy fúros hely van, végigjátok az összeset, ugye? Ó, hogy mindig itt... Á, ide nem jól érdemes bejönni. Hol van itt a főlúd, gyerekek? Ugye kicsinálok mindenkit komolyan. Berontok, mint az rígy. Hű, valaki nagyon horog. Ó, gyerek! Jaj! Itt is van egy... Ott egy csávó, nézd, távolba is. Csak keményen vagyunk már, nagyon, nagyon bírom. Na, felvegyük ide. Hol van itt a főlút? Mert hát az szokott lenne, nem? Nem akarok olyan sok időt elvesztegetni. Semmi nincs, sehol. Nincs is jelölve, hogy itt a főlút, hol a főlút. Mert ugye szokott lenni, hogy izé, hogy mi a franc. Na, tehát tévedj le a létráról. Szokott lenni ilyen lámpa, de sehol nincs semmi ilyen lámpa. Itt például hova fel, hogy lehet fölvenni? Ja, itt a létre. Itt nincs se lesz semmi hiddel, hallod? Semmi. Komolyan mondom, mi ez? Sehol semmi. Abszolút. Ha végigjártuk az egészet, akkor ennek ennyi volt, semmi értelme? Amúgy gyerekek, hát ennek nem volt értelme ide bejönni. Jó, akkor kiásom. Hát, ez nagyon csalódott vagyok. Kiássuk akkor a cucli-muclit. Hát itt most tevékenykedtünk az semmiért. Medvére figyeljünk, jó? Semmi más nem érdekel, a medve az nagyon nem játék. Meg majd klét szerzünk, kiássuk a cuccot. Ugye jönni fognak a zombik itt az ásásnál is, úgyhogy ez tök jó. Medve, medve, nincs medve, 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 nincs medve. Itt egyébként ezelőtt volt kettő, azt kinyírtam. Jó, oké. Okay. Vegyük föl. Ó. Oh. Azt csinálom, hogy föltöröm az egész felső réteget. Na, zombi nem jön? Az első csillingelésnél úgy emlékszem nem szokott jönni. Azért jó az a csákány, nem? A másiknál már szokott, de hol vannak? Hát miért nem jönnek zombik? Itt szoktak jönni zombik ilyenkor. Azért egy gyorsabban megy az áskami. Hogy azért lehet dolgozni. Á, tök jó. És miért nem jönnek a zombik? Szoktak. Ez mar... Marhelyen. Öcsém, csáv, átugrott. Ennyi volt ez az egy... Mi van, izé van? Ennyi a zombi?
Ha, itt is vagyunk. Jó. Hát, megint... mondom őszintén, nem vagyok boldog dolog. Nagy lószart kaptunk. Én meg... Hát biztos benne, hogy itt meg... Ezek futnak gyerekek. Hát sem. Ezek rám küldte a végén az összeset. Más metódus alapján jókor ad a reszt is, amikor sokkal jobb van. De egyébként ezeket viszont jó szétszedni. Mert ugye alkatrész jön belőle. Úgyhogy jó. Hát megmondom, ez szar. Ez nagyon rácseszős volt, ott van egy nagy medve. Nagy medve, csillagkép. Zombi medve, nem nagy medve, ez a szerencsétlen hülye. Figyeljetek, annyit csinálok, hogy akkor a útközben a kocsikat le szkrepeljük, jó? Ami van útközben kocsi, azt leszkrepeljük. Tudom, hogy sokaknak inkább tetszik a... Mi van? Fulla vagyunk? Nem a... Sokaknak inkább tetszik a... Ez jó nekünk ez a kés? 128. Sneak damage 400%. Mill damage 7. Hát igazából úgyse fogok vele adonászni, nem? Mi van, elrakom, mert lehet, hogy írjátok, hogy kajak, kajak dolog. Tudom, sokatoknak jobban tetszik a kalandozás, meg valakinek az építkezés, próbálok egy részben mindent bevegyíteni mindig. Ha csak nem nagyon ráfogunk bele egyikre. De most... Állj már megint. De most egyébként ez nem nagyon jött be. Az nem tetszett ez a dolog. Egy darab csont megy a leves. Cső. Scrappy. Mi az, ami nagyon nem kellene? Antisva, minek? Ezt a vizet megígyük meg, azt jó van. Oké, gyerekek, megyünk tovább. Gyűjtögetek, mert hátra találok tojást. Az összes kocsit itt le kéne darálnom, mert később ugye nagyon kellenék a Voldorokhoz nagyon sok mechanikus, meg igazából mindenhez kellene. Egyébként, ha már egyszer ennyire fel vagyok izéve, vérteződve különböző szerszámok terén, lehet, hogy egy augert kellene csinálnom. Nem tudom, hogy annak megvan-e a receptje nekem. Valami zombi hörög, vagy nem tudom mi ez. Itt jó sok autó van ezzel a része. Lehet gyűjtögetni. Medve ne legyen, bazze. Ott is föl van, az nagyon messze van, várja azt meg Snake-ből nem darálom. Mert az ilyen 800 valahány XP-s. Oh, the few. Azt miért nem talált el? Azt mondják meg, bá. Jól van, bazza. Nem, néha nem értem azt a... Ezt a hitboxot néha nem értem, azt miért nem találom el? Rajd volt, láttad? Nem vágom. Néha most ezt... tudom, hogy volt, hogy mellé jöttem, de volt olyan, amikor rajd volt. A izé, célponton is, az mégis mellé ment. Jó, de a kiégett földön már elég jó el vagyok, várjál már. Ez mindig legyen betáratva, meg ez is. Meg ez se baj. Mert hogyha jön a medve vagy valami, akkor tudjam magam megvédeni lehetőleg. Ezeknek a nagy köveknek mindig azt hiszem, hogy medve koma van. Hopp, valami nagy dolog betöltődött egyébként most.
Alkatrész az kell mindig, úgyhogy így. Ott van csomó autó ott fönt. Megbekom a Nuku. Clayt mennyit szereztem? Nem túl sokat, ugye az 82, jó, az nem sok. Mert kellenek dolgok. Ja, Augert is csinálhat. Augert is csinálhatnék. Bocsánat, hogy kérek ezért. Felugrik ez a szar. Ki kellene kapcsolni, nem? Azt akkor nem zavarná itt a... Gyövök át! A felugró ablakba, de legjobb pillanatban mindig ilyen. Hót random egyébként, valamikor fél napig nem. Közben nézelődök, ott ezt a kocsit azt biztos nem lehet leszkrepelni. Ja, megcsináltuk a küldetést, hogy húzi-buzi van. Húzi-buzi, hát ez egy kicsit olyan... Nem volt túl PC szöveg. Húzi-buzi van. Igen, itt vagyok, öcsém. Na. I guess you ain't all that damn bad after all. Levágott shotgun mód, nem. Inkább ez kell. Mennyit ér ez? 43-at. Jó. Manu jobot adjál. Kelet, ugye? Kelet. Észak-kelet fele van valami? Ez. Clear zombies. Elfogadtuk. Inventory-ba van valami, öcsém? Nincs, amit eladhatnék neked, ez mennyit kér? Igazából hiába is nézem, csak... Ó, 4-8, hol a francból lett? Jó pénzt adott a csávó. Az ilyen látó mód az nem működik, ugye? Azt jól értelmezem. Remélem. Nincs semmi. You're getting on my nerves. Jó. Ez hol mutatja? Az észak-kelet az nekem marha jó lenne. Aha, és ez pont a határán van ennek a szarnak. Oda motorozunk gyorsan. Egy clear zombi 17-43, és ez nekem nagyon jó, mert például ott van a clay lelőhelyemnél pont. Ja, itt nem tudom lerakni, csak ott kint mi. Ott van a clay lelőhelyemnél. Új, te fiú. És ez nekem tök jó lenne, mert akkor a clayt is ugye is kell bányásznom. Amiatt, mert akarok csinálni cobblestone-t éjszakára, mert éjszaka meg ugye állunk, akkor craftonyi. Nem craftonyi, hanem építkezni. Ugye most már van ez a gélém, ez a pisztolyom. Egyébként néleket csinálok, akkor ez elvileg lőnést tudok vele, nem tudom mennyire pontosan. Gyorsan elmegyünk. Az jó helyen van, tök egyszerű. Clear zombi. Nem is tudom, mi van ott. De valami frankó. Meg pont udva esik, úgyhogy ezt még gyorsan le tudjuk darálni. Meg még mindig vágyok a lootra, például scope-ra, meg ilyesmikre. Távoli célpontokat szeretem lelövöldözni, mert ugye adja az XP-t. Csak az a gond, hogy a... Nincs egy scope-om. Megyünk az úton, nem megyek át a medvekomákon. Ugye erre itt végig gangolunk. Nyomom a shiftet, most már kitanítottatok, hogy kell nyomni a motoron, ott is van ilyen nitrót lehet neki tolni. Hülye volt a keeper, nem nyomta eddig. Ez azért egy autó, vagy egy ilyen akármicsoda, az tök jó lenne, nem? Tök jó, gyors lenne. Jön a madár, nem baj. De figyelj, shift-tel le lehet hagyni a madarat? Hát nem. De legalább el lehet odaházni a találkozást vele. Lehet, hogy lehagytam. Hoppa, előre figyeljük. Megint egy. Úgy gyerekek. Zombi, madár, minden van. Várjál, ugorj föl! Jaj! Az egyik jött? Vaz. Na mit kell itt clear-elnem? Aha, jó. 95, 94, 93, 92, 91,
90. Ó, ez egy ilyen katonai bázisszerű. Ne, erre kíváncsi leszek, gyerekek. És ezt kétszer fogjuk clearelni, ugye az vágjátok, tudjátok, hogy úgy toljuk mi. Mert ki vagyok ebből is tanulva, okos a képőr. Tanulékony. Jó, ezeket a kocsikat nem szerelem, scrapelem, és már most. Vagy nem szerem szét, és már most azt csinálom, hogy összeszedjük magunkat. Az robbant egy izé, robbant egy apnót, valaki rászállt, vagy nem tudom mi volt az. Jó, nézzük, nézzük. Homok menjen. Tól menjen. Ez menjen. Próbálok helyet csinálni, mert itt azért lesz majd valószínűleg. Alkatrész. Az üveget is üvegeket is legszívesebben kidobnám. Mindig írjátok, wow, kidobtad a legjobb cuccot, hát most. Ez van gyerekek, most a két murky water az mehet, nem? Meg akkor ez a... ígyuk meg ezt a... Ez mi volt? Sanyi, ezt a voltál valami, mintha nyugodtan volna. Jó. Akkor rámegyünk a dolgokra, jó? És akkor kétszer lutolunk. A izére figyeljünk. Medvére, többé nem érdekel. Mi a meg oknára ezek szerint marhára kéne figyelni, mert kilövöm magam a holdra tényleg. Ajjaj, az öt tollat miért veszed fel a keeperbe az el? Annyira meglátom, örülök neki aztán. Aha, már is kezdődött. Jó. Fasz a kezdet volt. Azt a betyárvést. Először kiklíreljük. Okosba. Ülére figyeljünk be azon, nehogy legyen okna. Nem veszem fel a küldét, hanem kilutolunk először. Baza, itt ez gyanús nekem az öcsém. Mondtátok, hogy ez csapjam szét ezeket a... Hű, baza. Te hallod ezeket szét, lehet a hullákat. Csont meg ilyen hülyeségek, te Isten! De viszont ez 35... Ez cobblestone, tehát nem is... 42 szint... Hol van a lutacska? Sátrakban van már, csávok? Az igen. És még mindig alszik. Hát elég vagyunk nagyon. Nagyon halkak. Ugye ez abból következik. Hallod? Ennyire nem lehetünk halkak, apám. Nagyon rá vagyunk erre pakolva, és azért van haszna. Mondjátok, hogy heavy armor, de hát figyelj, öcsém. Nagyon ott vagyunk a toppon ezzel kapcsolatban. Na nézzük, ötös Pampaction, gyerekek, már jó vagyunk, már jó vagyunk. 100 darab, vagy 100, 100-at ér, ki. Bocs, de kiszórom, mi nem kell. Meg akkor még ezt megnézzük, és búkos ráadásul. Annak mindig örül a keeper. Tanulni való van bőven, hát ezek pont. 160-160 atér. Az a baj ugye, hogy érnek pénzt. És a keeper az meg rá van függve a lóvéra. Megnézzük a másik sátrakat, azt csináljuk a küldetést is. Ahol van egy kutya. Ez pont nem érdekel engem itt. Valahol itt lépked egy kutya. És még van egy sátor, könnyen lehet, hogy még benne van a csávó. Erről beszéltem. Na! Azért, hogy lopakodásra vagyunk pakó, annyira nem szara. Ugye? És már azért lámérem, látjátok ti is. Lehet, hogy egy merőben más stílus, mint amit ti alkalmaztuk itt. Meg itt van egy kutya.
Ez kéne. És most észrevett egy hülye. Sőt, nem is egy. Jó. Oké, mit nem tudtunk felvenni? Fetet. Motorba kellett volna pakolnom, kémé. Most aztán megint szidás van. Jó, üres üveg szerintem annyira nem kell, meg a négy fa annyira nem kell. Csont annyira nem kell. Jó, és jönnek a küldi gyerekek, jó? A húsit azt felvettük, úgyhogy az jó, 13. Oké. Újra küldi. Nézzük, hogy kik vannak, mik vannak. Lehet, hogy ilyenkor több ellenfél van. Menjünk lopakodva azt, ugyanúgy, nem? A posba. Minden egyik mögött van egy versenyző, de aki pörlopakodó stílusba nyomja. Gyerekek, remélem valami szinten meggyőztek benneteket, hogy ez a lopakodás, ez nem hülyeség. Ez a lopakodás nem hülyeség. Ugye a noise-ot növeli, tehát az zajosságunkat, hogyha heavy-t viselünk. És ugye nincs arra gond, hogy zajosak vagyunk. Lassan megyünk haza. Scrap. Use. Use. És... Scrap. Ennyi előbb fejbe is várhatném ilyen közelről, ugye? Hát, hogy még hatékonyabbak lennénk. Jó, hát ez a küldetés, ez nem volt bonyoli. Kajaszint, olyan köz fullon van, ez viszont... Magnum, ezt nem fogom használni, főleg egyes szintű, tuti, hogy nem. Nézzük meg, milyen könyv lesz. Semmi olyan, soha nem kapok olyat, amelyik nekem olyan nagyon hasznos lenne. Nem vagyok boldog, ez mit ad? Automata fegyverek 10%-a több sebzés. Ami azért nem rossz dolog, ha belegondolsz, hogy 10%-a többet sebzünk az automata fegyókkal. Jó, hát ennyi volt ez a küldetés gyerekek szerintem. Talk to trader, nem tudom, hogy azt érdemes-e megkockáztatnunk, meg el is menni aláig. Lehet, hogy nem egyébként. Lehet, hogy kiadjuk. Mit ad? Nem lehet megnézni, mit ad ez a küldetés? Mit ad ez a küldetés? XP-t, 3300 XP-t meg ilyen Duke tokent. De most annyira nem akarok semmit venni. Inkább csinálunk egy kis klét, jó? Nem voltak jók ezek a küldetések, nem vagyok boldog teljes mértékben. Mindjárt leugrunk a motorról, de már úgyis kell egy kis play csinálni, azt meg ugye itt szoktunk. Oké, gyerekek, oké. Jó, gyerünk clay-szedés. Klényszedési hadművelet, ha klényünk ugye van, akkor jó, és akkor egy marha gyors klényszedést mutassunk be, jó? Jó, mert most már elég sokat is kapok. De várja, mi az, ami a sand az, ami eltűnik? Hát annyira nem szükségem a sandre, hogy most én amiatt aggódjak, de olyan idegesítő, hogy ide potyog. Semmi olyan. Semmi olyan, amit kidobhatnék, de ez a kettő gyerekek. Jó. De ha már egyszer csinálom, akkor legyen. Csináljuk egy ideig, 19, vagy 20 óra 30-ig, jó? 20 óra 30-ig gyűjtögetünk.
legyen belőle elég, mert rengeteg kell majd a cobblestone-hoz, és akkor tudjuk csinálni tovább a kecót. És elképzelhető, van egy ötletem egyébként a kecóval kapcsolatban. Utána néztem valaminek. Nem nagyon szoktam, de valamit nagyon emlegettetek, hogy valami demolizer, nem tudom, hogy ejtik. Van egy olyan zombi, ami gyakorlatilag hasonló, mint egy öngyilkos merénylő. Itt tele van angadva gránáttal, meg ilyen dinamitrudakkal, és fölrobbantja magát. És az konkrétan, ha jól olvastam, 5000 damage-t produkál. 5000 damage. Tehát 5000 damage az eléggé veszélyes tud lenni. Főleg akkor, hogyha megvan rongálódva már egy blokk, még ha a cél is. Emiatt mindenképp a védelmi vonalakat ő miatt a leginkább meg kell erősítenem. Mert igaz, hogy 10000 az a cél, de hogyha már nem van rongálódva, könnyen berobbantatja. És attól egy kicsit tartanék. Azt hiszem 5 méteres, vagyis 5 blokki területen robbant. Blokkok besebez 5000-et. Élőlényekben azt hiszem 10000-et talán, úgyhogy az eléggé fájdalmas lehet vele találkozni. És kitaláltam igazából, hogy tudnék megerősíteni még jobban a védelmemet, anélkül, hogy nagyon átalakítanám. Gyakorlatilag dupla erősre. Hogy tudom megcsinálni mondjuk 10000-es blokkok helyett 20000-es blokkok legyenek. Az a cél. Mert ugye nem lehet feljebb upgrade-elni, de egyébként kitaláltam rá, hogy mit tudnék vele csinálni. Úgyhogy mindjárt el fogom mondani, még 10 percig ásunk. Egy 10 perc, gyerekek, még 8 perc. Milyen jó a staminám és milyen jó bírja, nézzétek, nem is fogy. Ah, jó, imádom. Várjál ma. Skill. Mi ez ma? 3/5 van a Mother Load, és rakjunk még egyetre, és még több jön anyag, ugye? Hoppá, még több anyag jön. Ezeket én szeretném kiúzni, ezeket a gyűjtögetéseket. Tudom, hogy vannak nagyon hasznos skillek még, de nagyon jó, hogy gyorsan gyűjtök, sokat. Nekem ez ilyen fétisem, hogy ne kelljen tökölnöm annyit. Gyorsan jön alapanyag. Oké, megyünk vissza. Itt ezen a soron még végig kecsenek, jó? Aztán húzunk is. Meg kell csinálnom egy olyan ládát, hogy eladó cuccok. Itt is pár részszer ezelőtt egy srác, hogy igazából az ólom meg a rézod mehetne egy ládába, mert egy szlótot foglal szinte. Hát, valószínűleg, hogy az... Azt fogjuk csinálni. Meg fölösleges. Meg igazából ugye kiváltottuk a fegyver és mindenféle alkatrészeket, meg a modokat is egybe pakoltuk, na ott is lett üres ládánk. Hoppa, gyerekek! Ugrass! Nagyon jó. Üzemanyag egy kicsit több fogy, amikor itt nyomom shiftet, tehát annyi van, mint a sár. Ja, meg a kereskedésre érdemes lenne rakni, írtátok, mert horribilis összegeket lehet keresni az eladó cuccokból. Úgyhogy az eladó cuccokat lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy nem fogom eladni, hanem összegyűjtök egy csomót. Az eladó cuccokat elkezdem gyűjteni. És amikor fölnyomjuk a bartert, skillt, akkor fogjuk eladni. És akkor sok többszörösét fogom kapni, úgyhogy már az mindjárt érdemesebb lesz, ugye. Nem? Belegondolunk, az sokkal jobb. Ja, meg Gangster már írta az is, ő is egyébként egy jó pár résszel ezelőtt, hogy minek viszont be a motort hagyjam ki, nem lopják el. Egyébként az jó meglátás. Ez meg szerintem le van csökkenve ennek az ajtónak. Ez 7000-rel eredverve? Ez komoly? Nem mondod, bazza. Ez mi volt a 7000-es az a...
hogy a frost se vegye meg. 7000-re levették a 21000-es rajtomat. És 22000-re sem meg. Ahogy a túróba. Jó, nézzük hány perc. Ó, hát akkor majd... Nem mondott, hogy nem indítottam edek. Jaj, Istenem, jó, nem baj, mert igazából nem olyan nagy gond. Na, itt Clay, várja már. Hadd menjen. Mivel itt tudjuk, 13 perc van vissza egy órából. Itt meg ugye sokkal több volt benne. Ide kellene beraknom, mit ide rakjunk be a vasat. Meg Clay-t is rakhatnám, de inkább a vasat beszórom, nem sok vas van. Így. És akkor hol vagyjon be. Meg akkor kipakolok gyorsan, nem baj, ne haragudjál. Meg kirakom szerintem ezeket a dolgokat is. Ó, és lett ilyen tabim. Az nagyon kevés van, és az jó lenne, hogyha lenne belőle. Ide jön valami? Még nem. Fához, elvileg az 5 darab fa, de jó. A vashoz, a vashoz szerintem nincsen semmi, ugye? Nincsen, hál' Isten. A stonehoz. A stonehoz viszont van. A clayt is ide rakjuk, és van 3 ezek clayem, nagyon jó. Akkor meg vagyunk ezzel is. Mindjárt kifakolok, aztán látjátok, hogy mit akarok csinálni. Raze, elvileg rezet is szereztem. Van egy csomó rezem. Olmom. A lőszerekre kellene ráállnom még, úgyhogy azt meg kellene néznem, hogy hogy tudok lőszert csinálni. Hol van az olmom? Volt olmom, nem? 3 olmom! Ilyen, 3 olmom! És akkor nem csoda, hogy tele vagyok minden szemettel. Elektronyos alkatrész. Elektronyos alkatrész nem volt még. Nem esett egy mechanikus van csak. Isten. De jó, nevettek rajta, hogy én abszolút nem látom meg a dolgokat, de hát látod, akkor így van, nem? Szerves craft. Bőr. Semmi más. Egyéb craft. A mechanikushoz mehet a ruhó is, nem? Dehogy nem. Okay. Egyéb crafthoz. Műanyag. Olaj. Üzemanyag. És akkor kell egy időt csinálnom. Páncél modhoz. Ja, akkor a fegyver modnál, a modok, akkor a modok. Ezt át fogjuk nevelni modokra, jó? Modokhoz nem kerül be semmi most. Akkor ezt átnevezik modok. Fegyver. És... mod. Fegyver és páncélmód. És akkor ezt átnevezzük eladóra, jó? Itt. Eladó cuccok. És akkor érdemes venni a... Viszont ezt kiveszem innen, és ezt berakjuk az egyéb craftba. Jó. Nem, ezt nem. Mi volt itt? A festékek. Jó. És az eladó cuccokhoz akkor mennek az ilyen könyvek mindenképpen. Jó. Fegyver, akkor páncél alkatrész. Fegyver alkatrész. Ezt is át kell nevezni. Fegyver és páncél alkatrész. Oké. Okay. Stone. Kaja alapanyag. Készkaják. Annyi volt a készkaja. Kész italok. Ital alapanyag. Na, és akkor így jók vagyunk. Annyit akartam még csinálni, hogy ebből a sörétesből kiveszem a modot. Ugye ezt. És ezt be is rakom szerintem a fegyverekhez, mert egyelőre majd szedjük szét őket, hogyha úgy látjuk. Jó? Oké, és akkor azt a modot kivettem ki. Belerakjuk. Ebbe. Látod? És akkor már 5-ös pump action shotgunom van már is mindjárt. Amit meg akartam nézni, úgyhogy azt mindjárt meg fogom nézni. Az egyéb craftba berakjuk a kalapácsot, most már ugye nem nagyon van rá szükségük. És a fegyverekhez berakom azt a macsétát, maradjon ott. Oké. Okay. Egyébként nem nagyon használom ezt se. Ez meg sima arró, úgyhogy az menjen megint a fegyverekhez. Tudom, le lehetne scrapelni, attra adjon meg, igazából majd átnézzük őket, meg akkor el is tudnánk adni. Oké, okay. Na gyerekek, gondolkozzunk.
Meg akartam nézni a Shotgun Shell-t, hogy nem tudok. Igen, ammo. Mi kell hozzá? Papír kell hozzá, gunpowder, és buckshot, vagy mi az a sörét. Ami a sörét, az nekem van 443. Papírom az egyéb krapban nincse. Van 190 valamennyi, és van izém is, gyerekek, ilyenem is. Úgyhogy akkor tudnánk csinálni sörétet, nem érne. Szállod egy darabot, hadd csinálja. Már is boldogabbak vagyok. Itt van az automat a shotgun, ezt mondtátok, hogy ez nagyon epikus. Jó, akkor a papírt azután jobban fogjuk gyűjteni. Meg ezt a gunpowdert, ezt meg idejében a nitritből lehet szerintem. Igen. Aja, itt egy-egy, itt kettő-kettő. Hogyha izébe csinálom ilyen kémiai laborba, nem tudom, de nitrát powder és coal kell hozzá, akkor nitrátot azt nem gyűjtött a keeper? Vagy a stone-ba rakta? Igen, és itt van ez. Ezt, ezt nem tudom, hogy mit jelent az a, gondolom, kémiai állomás, hogy ugye? Chemical Station-be lehet, szóval akkor azt hagyjuk is. Akkor azt hagyjuk, az olyan dolgokat... Várjál ma. Jó, hogy mehet ide. A... fegyverhez menjen ez. Ja, Chemical Station-t kellene csinálni, ezt nem tudom, hogy kell. Chemical? Így. Mi kell hozzá, gyerekek? Egy ilyen kell hozzá, az a Beaker. Az meg viszont nekem nagyon... nem nagyon van. Minden lenne, csak a Beaker nincs. Az meg... és ezt nem lehet. Ugye? Beaker. Vagy ezt felhasználjam? Vajon, gyerekek? Érdemes lenne ezt felhasználnom? Lehet, hogy felhasználom, és akkor tudok egy Chemical Station csinálni. Viszont akkor kell hozzá, ugye 100 vas. 100 vas, hogy van 69, mindjárt csinálok, nincsen semmi gond, gyerekek. Mert azt hiszem, hogy van itt nekem... mennyiben 69 van? Csinálunk olyan 31 darabot. Nem csinálok többet egyelőre. Jó, megvan 2 perc alatt, mi kell még? Cooking pot, azt lehet, hogy raktam félre. Valahova? Eltüntettem? Vagy mi volt azzal a vas? És azt nem tudok craftolni? Azért nehogy már. Nincsen... ezt elrobáltam? Vagy mit csináltam vele? Ajaj, gyerekek. Baza. Ebben 2 darab van, komolyan. Van, lehet ilyet, hogy 2? Jó, akkor ez megvan. 3 darab kell belőle! Ez a szórakozzá! Mi kell hozzá, bassza? Iron, meg clay. Tudok önteni. Ja, jó, akkor. Akkor jó, akkor inkább azt csinálom, hogy akkor öntsünk. Ja. 2 darabot. Tűzmás... ja, én azt hittem, bazdmeg, hogy úgy kell keresnem, vagy valami mi. Akkor megőrülök, mondom, akkor... Iron meg lesz, cooking pot meg lesz. Pipe kell, és a pipe-okat meg betaráltam. Meg az acid, 5 darab. Na, meg az acid, így van. És azokat meg bedaráltam, úgyhogy most megcsinálhatok, basz. Hát de hülye vagy, kipör. Na, meg ez készül. Ebbe csinálunk el. Megvan a cooking potom. Mennyi kell? Hány darab? Pipe. 30 darab pipe-ot kell csinálni. Jó, no probléma. Megcsináljuk itt. Okay. Ezt meg ki is kapcsolhatom szerintem, mert egyelőre most nincs semmi. Jó!
Oké. Hogy állunk, hogy állunk? Jó. Itt meg megint készült ezerrel. A... Megint egy kicsit... Amikor egyszerre csinál az ember, a férfi agya, az egyszerre kell mindent csinálni, megőrülsz. Hozzuk a izét, hozzuk a stone-t. Ezt, meg ezt. Csináljunk még ilyet. Úristen, mennyivel. Megint 300 darab. Stone. Jaj, már van 5000 darabom körülbelül, nagyon király. Akkor, meg ami még kell. Hadd gondolkozzak, mit akartam még csinálni? Az eladó cuccok, oké. Okay. Az páncél alkatrész, ugye azt akartam kiváltani. Ezt szerintem átírom egyelőre, törlöm. És így lesz egy kicsit. Lehet, hogy át fogom egy kicsit alakítani. Eladó cuccok, az eladó cuccok ne ott legyenek. Mondjuk aztán tök mindegy, hol vannak. Jó, az eladó cuccok, az ott fordulni, jó. Mindjárt meg vagyunk, gyerekek, megcsináljuk még a Chemical Station-t akkor, és akkor tudok készíteni még egy olyan lőszer. Mennyi izőm van? Mennyi fegyver, sati lőszerem van? Azt jó, sokat használtam, oda néz, alig van bazze. Na, shotgun lőszert kell gyártanom. És akkor ezt a nitrit powdert meg akkor érdemes gyűjtögetnem. Ja, meg, meg akartam mutatni, hogy mire gondoltam. Hogy mi, hogy tudnám megerősíteni duplájára ezt a dolgot. Ezt a védelmemet, na várjál, ne dobjál ki. Hogy a védelmemet hogy tudnám duplázni, ezt meg arra gondoltam, hogy... Mindjárt meglátod, tesó! Mi? Ez mi? Ez csak egy lap, ugye? Ez csak egy lap. De ez a lap, hogyha találunk olyat, ha találunk olyat, mindjárt gyerekek, mindjárt egy pillanat, ilyet, és ezt felrakom akárhova, mondjuk ide, belülre és kívülre, akkor ez duplázza a védelmet. Érted? Most ezt felrakok egy ilyen lapot, mondjuk erre. Ugye? Meg ide. Ezt felupgrade-elem én, hogyha lesz farm, akkor ez a lap, ez gyakorlatilag egy, még egy védelmi vonal lesz. Tehát, hogyha ezt felupgrade-elem a célra, akkor lesz rajta még egy. Csak ilyen vékony, érted? Ha belülre pakolok, így, oda nem tudok, de ide tudok, akkor ez is még egy. Tehát akkor ez a blokkét, ez 30, hogyha minden egy acél, akkor 30 ezer durability-e van. Érted? Mire gondoltam? Ez 30 ezer. Mivel kint is lesz 10, középső is 10, meg a szélső is 10. És itt ugyanúgy. Ott is 10, ott is 10, ott is 10. És ezt akárhova meg tudod csinálni, hogy felpakolsz egy blokkra kívül és belül egy ilyen lapot, akkor azzal háromszorozod az elejét. Szerintem ez egy baromi jó cucc. Így. 30 ezeres védelmet tudsz csinálni. Na, nézzük, mi történik itt. Jó, akkor ez a smeltingeli befelejtett. Jó. A clay-t. Itt nagyon kevés az iron egyébként. Úgyhogy iron-t majd kell gyűjteni. Chemical Station-t már meg is tudnám csinálni. Egyébként elég közelébe lenni, vagy pedig... Aha, nem, meg kell fogni. Jó, craftoljuk. Na, meg lesz a Chemical Station, és az a baj, most már nagyon nem fér. Ide majd ide oldalra befordítom, nem jó számoltam ki. Ezt a betonkeverőt várja hosszan. Ja, nem tudom fölvenni, nyomok rajt hosszan, csak akkor elvileg, hogyha lerakok idejét. Gabustont. Mia. Úgyhogy az bocs érte. Jó, várjatok, akkor legyen nálam fa. Legyen nálam stone. Legyen nálam a gabustone. És legyen nálam más, meg a beton majd, csak... Mi kell ehhez még? Ja, a clay. Ja.
Csinálnom kell cobblestone rockot, mennyit? 3000, szerintem csinálok egy 1000 darabot kapásból, és akkor tudom upgrade-elni a dolgokat. Yeah. Oké. Okay. Na, figyeljetek, megmutatom akkor, hogy hogy lesz ebből. Oké, okay, a betont is kéne hozni. Még ha betont raksz rá, akkor is már ugye 10 000-ből 20 000-es lesz, mivel 5 000 lesz kívül. Úgyhogy nem rossz szerintem a dolog. Ebbe gondolkoztam, így mindig így agyalok rajta, hogy hogy lehetne megfejelni. Vágod? És ez gyakorlatilag rajt van egy ilyen vékony lap. Ami szintén 5 000-es. Ha leverik azt az 5 000-es lapot, akkor ilyen a következő. Ez szerintem baromi jó ötlet. És a célral ugye még ezt is lehet, és akkor már 30 000-es. Jó, azt nem engedi már, mivel ott ugye ez a blokk helyezkedik. Ugye itt gyakorlatilag van egy blokk most, ide nem tudnék semmit rakni már oda, mert ott van egy blokk, úgy érzékeli. Az a blokk elfoglal egy helyet, igaz, hogy csak egy lap, de viszont be tudsz állni mellé. Szóval nem vesz el a térből. Érted? Érted, mire gondolok? Na, valahogy. Jó. És ezek nem mindre lehet, akár. És tudsz belőle 30 000-eset. Ja, el kellene kezdenem felupgrade-elni ezt az egészet. Meg kellene csinálnom a... Hú, gyerekek, mindent kéne csinálni. Nézzük a Chemical Station-t. Közben meg itt elkészült még. Ó, 10 percig csinálja a Chemical Station-t, akkor lehet, hogy vége lesz a videónak, mert nem akarom itt húzni az időtöket. Azt fogjuk csinálni, hogy akkor csinálunk, a következő részben folytatjuk, és a következő részben akkor reggeli építkezés, valószínűleg fent. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, hát egy kicsit összeszedetlen volt az a rész, mindent egy kicsit csináltunk, hát a kettő küldetést megbántam, mert nem sok mindent kaptunk, viszont eladható cuccokláda végre van, azt egy kicsit majd át fogjuk rendezni, mert annyira nem tetszik nekem, hogy ott van. Hogy lehetne külön valahol. Na, de tényleg elbocsúzom, bocsánat, hogy hosszú részek vannak, de nagyon imádja a képer. Remélem nektek is tetszik. Csácsomi, csöö!